Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Kíváncsiak a jövőre? Hogy ne lennénk, mindannyian kíváncsiak vagyunk, de úgy igazából egészen pontosan még nem mondta meg senki. Pedig az asztrológusok nagyon sokat látnak ebből. Van egy asztrológus Székesfehérváron, aki egy évvel ezelőtt azt mondta nekem egy beszélgetésben, hogy 2020 márciusától mindenki kifordul a saját komfortzónájából. Akkor mosolyogtam, és nem értettem, hogy mindez mit jelent. Szerintem most már mindannyian sejtjük. A stúdióban nagy szeretettel köszöntöm Takács Gyöngyit, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk, és róla el kell mondani nyilván, hogy asztrológus. Szervusz Csilla, és köszöntöm a kedves nézőket. Én örülök, hogy itt lehetek, úgyhogy nagyon örültem a meghívásodnak. Először mondjuk el, hogy mi is az az asztrológia valójában, mert mindenki azt hiszi, hogy tudja, és akkor vannak ilyen furcsa képek, de tulajdonképpen azért teljesen nem vagyunk vele tisztában. Igen, igen, a köztudatban még mindig azt gondolom, hogy nincs azon a helyen, ahol méltó helyre kerülne az asztrológia tudománya, ami azért egy több ezer évre visszamenő, én tudománynak nevezem. Ugyanis hogy maradt volna fent ugye ez a nagyon mély gyökerekig visszamenő tudás, amit valamikor a papok tanultak meg, amikor ugye a betlehemi csillagot is látni vélték, és azután mentek a Jézus születését, amikor megjósolták. Tehát, hogyha visszamegyünk az asztrológiai témára, akkor az mindenképpen a bolygóknak a mozgását mutatja, amit akkor szabad szemmel, és most már ugye óriási segítségeink vannak erre, a különböző, a virtuális világtól kezdve mindenféle olyan eszközökkel, ahol láthatjuk a bolygók mozgását, és ugye nekünk ez egy nagyon nagy segítség az előrejelzések tekintetében, hogy így valóban akár egy évre előre megmondhatjuk, hogy a nagyobb bolygó mozgások mit fognak hozni az egész földre vonatkoztatva, így az egész emberiségre, és így a személyes sorsunkra lebontva, az pedig a személyes ábránk mutatja meg. Hol sajátítottad el ezt a tudományt? Hú, hát akkor vissza kell nekem is mennem egy kicsit, már így 20 évvel ezelőttre, amikor elkezdtem foglalkozni, akkor az Asztrológia Pszichológiai Intézet, Svájci Intézetnek a magyarországi első iskolájában végeztem, mert hát már korai gyerekkorom óta abszolút egy ilyen vonzalmat éreztem az égbolt iránt, tehát testénként így kínül ücsörögtem és néztem fel az égre, és egyszerűen tudni szerettem volna, hogy ezek a távoli csillagok, bolygók, a hold, ahogy változott, hogy miért van, senki nem tudott rá választ adni azért még 20 évvel ezelőtt. Nem nagyon voltak akkor könyvek, nem volt internet, nem tudtam semmilyen úton elindulni, és volt egy teljesen normális polgári foglalkozásom és egyéb más tanulmányaim, míg nem elindult ez az asztrológiai pszichológia az életembe, és onnantól tudtam, hogy ezen az úton elindultam, és én innen már nem térhetek le. Utána humanisztikus asztrológia főiskolát végeztem el, ahol egy kicsit más szemléletbe közelítettük meg az emberi sorsok mozgatórugóit az ábrából a bolygó állásaik szerint. És nem volt nekem ez még mindig elég, mert nem éreztem az előző életek, a karmikus múltnak a gyökereit ezekben az irányzatokban, és így a karma asztrológiát is megtanultam mindezekhez, és úgy gyúrtam össze a saját asztrológiámat, amit kreatív asztrológiának neveztem el, ami tulajdonképpen abból áll, hogy az eddigi összes tapasztalat, ismeretanyag, tudás, belső indítatás mind-mind összegyúrva, és a szimbolonkártyák használatával, ami viszont a belső szerep személyiségeinket mutatja meg, ugyancsak összefügg a személyes ábránkkal mindez. Abszolút egy olyan irányzatot hoztam, úgy gondolom, ebből létre, ami a mai modern kor emberének egy olyan segítséget tud adni, hogy megértheti a saját útját, a saját sorsát, a saját leszületésének a fő mozgatórugóit, és hogy merre induljon el, hogy éppen elakadt az útján. Mi egyszerű halandók, ugye december végével fejezzük be az évet, de tudom, hogy az asztrológiai év márciustól márciusig tart. Mégis arra kérlek, hogy egy picit nézzünk vissza, csak röviden, hiszen minket inkább a 2021-es év érdekel, de nézzünk vissza az asztrológia szempontjából 2020-ra, hiszen volt az a mondat, amit a felvezetőmben emlegettem. Igen, igen. Hát azt gondolom, hogy ez a 2020, hogyha egy szót sem szólnánk róla, és akármilyen nézőpontból néznénk, ez mindnyájunknak egy nagyon meghatározó évünk volt. Igazából így van, arra emlékszem, amikor már a januári
időszakra említettem, hogy egy nagyon meghatározó bolygóállás lesz, ugye ez a Jupiter-Szaturnusz együttállás, erre határozottan emlékszem, majd mentem végig, hogy ugye mi várható tavasztól egy olyan fajta, hát mostanában nem nagyon megélt és nem annyira szokványos fordulatok, és valóban a komfortzónát említettem. Az látszik mindig az előrejelzésekből, hogy ezek milyen hatásúak, tömegeket érintő dolgok, de ugye ez nem jóslás, tehát nem tudtuk azt megmondani, hogy ez konkrétan egy járvány lesz, de az látható volt, hogy sajnos idős embereket érintően, és nagyon sok embernek az életét követelő valami fog ugye történni, ami hát így, hogy mondod, még most is rázza hideg, sajnos tényleg így bekövetkezett. És igazából ugye, ha miérteket, ha néznénk, mert az embereket általában ez érdekli, akkor mindenképp meg kell említenem ugye a 2020-as évet illetően, hogy az értékeinkre, a valódi értékeinkre a hangsúlyt egyre inkább, és minden pillanatban megtanulni, fókuszálni, hogy azt gondolom, hogy tényleg a 2020-as évünk arról szólt, hogy örülünk annak, hogy élünk, és egészségesek vagyunk, és vannak szeretteink, és van hol laknunk, és ha még autónk is van, hurrá, tehát egyre inkább megtanuljuk értékelni azt, ami van, és a valós emberi értékeket. Na most a 2020-as év valóban, hogyha most nem sorolnám végig az összes többi más bolygó hatást, ami ugye a Marstól kezdve, hogy visszafele ment, és úgy éreztük, hogy le vagyunk egy kicsit folytva, és nem tudunk olyan ütembe haladni, hogy szerettünk volna, a türelmet kellett tanulnunk, a megértést, az alázatot kellett tanulnunk, ez mind benne volt ebben az évünkben, de még nincs vége. Tehát a 2020-as decemberünket, hát azt egy olyan bolygóállás fogja zárni, ami ennek az egésznek a megkoronázása lesz, a csattanója. Ez pontosan 2020. december 21-én fog bekövetkezni, amikor a Jupiter és a Szaturnusz, ez a két csodálatos, óriás király és karmikus bolygó és sorsbolygó egyesül egymással, és egy olyan átlépést fog tenni az égbolton, hogy egy jegyváltás fog létrejönni, konkrétan a vízöntő jegybe fog lépni. Erről azt kell tudnunk, ahogy említettem, pont a betlehemi időszakot, akkor volt ilyen csillagállás, amikor a megváltó megérkezett a földre, de akkor a halak jegyében, tehát pontosan egy más minőség volt, és most a vízöntő jegyében, de az 100% és 1000%, és remélem, hogy beszélünk majd erről egy év múlva is, hogy egy korszakváltás történik. Tehát itt és most, az évünk végén megindul már a korszakváltás, az új emberiségnek a megszületése. Mit értünk ezen? Jó pár évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk már asztrológiai témáról, említettem ugye gyakrabban ezt, hogy évről évre szokták is tőlem kérdezni, hogy mindig ezt mondod, hogy még mindig ott tartunk, hogy vágjuk le magunkról a sallangokat az ego témában, elengedés témában, a felhalmozásainkban, és egész egyszerűen ez évről évre, hogy ahogy történt velünk, ezek a belső megéléseink, ez egyre inkább most hol tartunk, befelé és mélyre, és nagyon mélyre, és egyre mélyebbre. Ezt éljük, mert hogy onnan hozzuk ki még azokat a dolgokat, amíg a tisztulásunkat adják és segítik, mert hogy ez az új korszak, ez a felemelkedés egy olyan energiát követel tőlünk, ahol nem vihetjük már bele azokat a régi sérüléseinket, amikből adódóan egy olyan életet éltünk, ahol nem az értékekre ment a hangsúly, hanem a mennyiségre például. Illetve a vízöntő jegyből adódóan megszületik egy ilyen humánusabb, egy ilyen testvériség, egy ilyen együtt, egymásért című energia, amit azt gondolom, hogy nagyon sokan várunk már. Tehát valamiféle uralmi rendszernek a megborulása következik be az egész világot tekintve. Ezt úgy kell értenünk, hogy elképesztő volt most már az a fajta elmozdulás ugye mindenféle tekintetben, tehát az anyagi témában, a népsűrűségben, egy csomó olyan dologban, aminek most ki kell egyenlítődnie, és egész egyszerűen ez fog történni. Most szó szerint mondom, ezt tényleg éljük, én a környezetemben is látom, hogy elkezdtük azt csinálni, hogy ami a másiknak nincs, és nekünk van, és túl sok, és nincs vele gondunk,
egy zsákruha, két zsákruha, ő neki nincs kabátja, vigye el. Amiben én tudok segíteni, ő odaadom. Amiben ő tud segíteni, nem biztos az anyagi téma. Lehet, hogy egy jó ötlet, lehet, hogy meghallgat. Tehát valami energiaáramlás fog történni az emberek között, ha rájövünk, hogy nem fog menni csak együtt. Nem fog menni külön-külön, nem fog menni elnyomással, nem fog menni egymás hátán. Egész egyszerűen úgy fog menni, hogyha összefogunk egymásért, a földünkért, önmagunkért. Ezek ilyen elcsépeltnek tűnő szavak voltak idáig, hogy szeretet, ugye erről beszélünk, ezt tisztul most le. Mi a szeretet? Nem lehet benne ragaszkodás, nem lehet benne csak a saját egós érdekeimnek a képviselete, abban meg kell, hogy jelenjen az, hogy nekem is akkor jó, ha neked is jó. És jó az arányok, azok persze, hogy nem lehet a Földön teljesen egyenlő, viszont valamelyest, egy picit a kiegyenlítődésnek igenis meg kell történnie. Tehát nem lehet a széthúzás olyan nagy mértékű, mert olyan szétszakadáshoz vezet, hogy felrobbanunk, egyszerűen felrobban az egész rendszerünk, a világunk, és ez történt most. Ez a fajta felrobbanás okozta azt, hogy oké, akkor menjünk befele, nézzük csak meg. Hú, de tudunk most örülni egy kedves beszélgetésnek, ami idáig fel se tűnt, mert igazából olyan forgatagban, olyan felpörgésben éltünk, hogy mindent csak felszínen éltünk meg. És eljön az idő, amikor mindennek lesz valóban súlya és valóban értéke. Tehát a 2020-as évünknek a végét, és ugye pont karácsony előtt, hogy micsoda csodálatos dolog ez, hogy karácsony előtt történik ez a Jupiter és a Szaturnusznak az együttállása. Ez egy olyan csodálatos fénylő csillag lesz így a kettő együtt, amit innen nem látunk, de pontosan ezért volt annak idén a betlehemi csillag, mert olyan óriási volt, hogy nem lehetett nem észrevenni az égbolton. És miről szól ez még mindig? Ugye arról, hogy Jupiter, ő a jó bolygó, aki ad, aki jutalmaz, aki mindent felnagyít, aki szerencsét hoz. De ott van mellett a Szaturnusz, az igazság. És az igazságosság. És azt mondja, hogy dolgozz meg mindenért. Tehát mi fog most következni? Az fog következni, szó szerint mindenki az érdemei szerint fog egyre inkább élni, és egyre inkább olyan dolgokban részesülni, de tényleg szó szerint, hogy akiket idáig elnyomtak, de ott volt a képessége, ott volt az alázata, volt benne szeretet, csak egész egyszerűen elnyomták azok a hatalmak, egók, érdekek, hogy egész egyszerűen nem tudta magából kihozni. Ez most meg fog történni, és ne foglalkozunk azzal, hogy hogyan fognak azok onnan eltűnni, akiknek már semmi más dolguk nincs ott, mert egész az energia nem fogja engedni, hogy ez tovább fokozódjon, azok most elkezdenek kinyílni. Bármilyen furcsa, de ez meg fog történni, hogy azt veszik észre azok az emberek, hogy nekik most ez tulajdonképpen nem is lett rossz, nekik most tulajdonképpen kinyílik egyre inkább a világ, és boldogok, mert a szívükben boldogság és szeretet volt idáig is. Tehát ők megkapják az érdemük szerint azt. A többi helyzet az pedig át fog alakulni, mert most vagyunk ebben az átalakulásban. Nyilván ez egy folyamat lesz, tehát ez a vízöntőkor, ami most beköszönt az emberiség életébe, ez nem úgy lesz, hogy egyik pillanatra a másikra, bár ez az együttállás állítólag ezen a napon már érezhető lesz. Erről, ezt majd megbeszéljük, ez megint olyan, amit nem tudhatunk. Amikor még nem láttunk egy rózsaszín zsiráfot, akkor azt nem tudjuk elképzelni, az milyen. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk pontosan, azt tudjuk és azt látjuk, hogy ez egy olyan energia, amit nem lehet nem megérezni, nem beszélve az a következő időszakot. Úgyhogy az évünk ezzel fog zárulni, és úgy van pontosan, ahogy mondtad, hogy 2021. március 21-én indul majd a következő évünk, tehát itt, nem januárban. És itt álljunk meg egy picit, és visszatérünk márciusra, mindenképpen csak hagyjuk feldolgozni az információt a nézőknek. De azért szerettem volna, hogy megálljunk, mert amikor készültünk a beszélgetésre, említetted, hogy többes számban. Ilyenkor összejöttök asztrológusok, és együtt értékelitek ezeket a dolgokat? Észesen vettem, hogy így mondtam, de köszönöm, hogy szóltál. Nyilván vannak olyan asztrológus körök, akkor, ha így mondhatom, ahol hát ez a mostani időszak, ez kizárt, hogy ezt ne beszéljük meg, és ne rágjuk úgy át, hogy mindenki mondjuk esetleg egy más irányzatból, vagy szemszögből nézi. Itt már az asztrozófiai rész is bejön, tehát ugye nem csak a bolygóállások, hanem a csillag, konkrétan ugye az összes csillagképnek a hozzáadott amit mutatnak még azzal együtt kiegészítve. Így van, tehát mi többen nézzük ezt több szemszögből, és
bárhonnan nézzük, mindenhol ez mutatkozik, és ez jön ki, és ezt valóban szerintem az összes asztrológus kollega így gondolja. Mit láttatok akkor márciustól? Tehát 2021. március 21-től, amikor belépünk a Szaturnusz évébe, most ez lehet, hogy neked nem annyira szimpatikus, mert emlékszem, amikor annak idején beszéltünk erről, hogy minden évnek megvan a speciális bolygó hatása, most a Hold évét zárjuk le éppen. Emlékszem, amikor beszéltünk erről, hogy ugye a Hold, amit hoz a tudatalattink, és ez mindig így volt, és mindig az rettenetesen sok érzelmi megélésünk, akár a pozitív, hát sajnos akár a negatív értelemben, sok ingadozás várható, mert ugye ez mind a Holdhoz köthető, a női energiák felerősödnek, mert hogy elő kell magunkból venni azt az ősi női minőségünket, hogy segítünk, gondoskodunk, és ezt a legmagasabb szinten tesszük, remélhetőleg egyre inkább. Ez volt ugye a Hold, és most a Szaturnusz jön. Ugye volt már Szaturnusz évünk azóta, amióta veled ezekről a témákról beszélgettünk. Nem gondolom, hogy most ettől annyira kellene félnünk, mert ugye igazából ez a 2020-as év is már annyira sok mindent megdolgozott rajtunk, annyira sok mindent kisöpört az életünkből, annyira sok mindent elengedtünk. Tehát elengedtünk olyan emberi kapcsolatainkat, akikkel valamiért nem olyan kapcsolódásunk volt, amit igazából szeretett határozhatott meg, tehát nem egyenértékű volt egyik oldalról vagy a másik oldalról nézve. Akár különböző helyzetekből kiléphettünk, elengedhettük ezt így is. Ahogy említettem ezt, hogy elengedünk tárgyakat, és mondjuk másoknak adjuk, vagy eladjuk, vagy bármi olyat teszünk vele, csak nem feleslegesen halmozzuk fel. Elengedtünk rengeteg olyan belső tulajdonságunkat, ami ugyancsak már idejét múlt volt, nem kell tartogatnunk a sérelmeinket, a fájdalmainkat, a haragunkat, semmilyen szempontból ezek méreganyagok, lelki mérgek, amivel húztuk le saját magunkat, tehát ezeket mind-mind, ha elengedtük, és ugye most jön a 2021-es Szaturnusz év, akkor mondhatjuk azt, hogy a mester, ugye a Szaturnusz mester, ezt nagyon fogja értékelni és díjazni, viszont akinek még van úgymond restanciája ebben a témában, ezekben a témákban, itt lesz a lehetősége, hogy ő még évelején ezeket nagyon szépen egyre inkább dolgozhatja ki magából, és a jutalom nem fog elmaradni. Tehát a Szaturnusz év az igazából leginkább, amit mi most előkészítettünk és megdolgoztunk, 2021 a felemelkedés éve lesz, pontosan ezért. Akkor tulajdonképpen jobb évre számíthatunk? Ezt mondhatom. Én azt gondolom, hogy ezt mondhatnám megint úgy, hogy a többiekkel is így gondoljuk, akikkel ezt meg szoktuk beszélni, hogy jobb év lesz. Tehát a 2021, inkább ugye a második felétől, a felemelkedés éve minden szempontból, az egész emberiségnek ebből adódóan nyilván egyére lebontva is. De hogy azt mindig el szoktam mondani, hogy minden egyes embernek a saját személyes ábrájában éppen hol van a Szaturnusza, hol van a Jupitere, hova esik ez a csodálatos együttállás, neki milyen élet területet fog megmozgatni, beindítani, átalakítani, hol hoz egy sorsfordulót, hogy ezt az ő saját ábrájából tudjuk megnézni és megvizsgálni. Tehát ilyen általánosságokat ugye nem mondunk, amikor egyénre bontjuk már ezt le, de általánosságban biztos, hogy jobb lesz, és a felemelkedés éve lesz. Nyilván most még, mikor átlépünk, és az elején, és ahogy megyünk ki, abból, amiben most vagyunk, az még nem lesz egy olyan hirtelen vett megkönnyebbülés, viszont a változást egyre inkább fogjuk érezni, a letisztulást. Tulajdonképpen a nehézségek sem feltétlen hirtelen jöttek, hanem fokozatosan. Ez így van. Megdolgoztunk mi azért is. Megdolgoztunk azért is, amit kaptunk, és jó értelemben is meg fogunk dolgozni azért, amit remélhetőleg megérdemlünk. De valóban az ember ugye gyarló, tehát nagyon nehezen ért, nagyon nehezen képes arra, hogy megértse, hogy mivel rombolt. Tehát kell és mindig is kellett olyat kapnunk, amitől egyszerűen elkezdünk észhez térni, mert az élet ösztönnél nincs nagyobb erő. És amikor azt érezzük, hogy a saját bőrünkről van szó, a szeretteink bőréről van szó, ugye mehetünk kifelé a család, a közösség, ugye már az egész emberiséget érintő témáról van szó, na akkor elkezdünk odafigyelni. Most általánosságokról beszéltünk, de hát tudjuk, hogy minden, ahogy említetted is, hogy személy szerint változhat egy-egy évre, amit az asztrológia mond, vagy amit a csillagok mondanak, de azt hallottam ismerősöktől, hogy ők azért nem mennek el asztrológushoz, mert félnek,
megtudni a jövőt. Ezt hogy tudjátok kiküszöbölni? Hiszen tényleg, ha valakinek azt látjátok a csillagok alapján az életében, hogy valami nem stimmel majd, ezt úgy el lehet mondani? De aranyos, ez nekem olyan aranyos, hogy fél, hát most a fogorvostól attól szoktak félni, bár félni eleve nem kell semmitől. Én ugye magamról tudok beszélni, minden egyes tanácsadó, asztrológus, kineziológus, tehát akármilyen embereket segítő témával foglalkozó szakma, ugye a saját egyéniséget beleviszi ebbe nyilván. Tehát én a saját egyéniségemből adódóan nem gondolom, hogy bárkit lehúrognék, vagy bárkinek fájdalmasan közölném azt, hogy őt éppen egy olyan számára segítő erő fogja valamilyen irányba vinni, amiből tanulni fog, és ő érte van ez. Tehát semmiképpen nem a félelmet, vagy a negatív oldalt táplálnám benne. Az meg végképp nem a meggyőződésem, hogy bárkibe is bármilyen negatív prognózist tennék bele. Tehát mindenképpen egy olyan megközelítésből mondom el, hogyha látható valaminek a beindulása, aktiválódása például az embereben, hogy ő ezt hogyan tudja a saját javára fordítani, mit tud ő ebből tanulni, hogyan tud ezáltal fejlődni. Tehát még véletlenül sem közelíteném meg úgy, hogy ő ettől féljen. Úgyhogy én innen üzenem, ha ilyet lehet, hogy én biztos, hogy nem fogok senkit bántani, és nem fog fájni. Ezt az egyet biztos, hogy megígérhetem. És itt megint meg ki kell emelni, hogy nem jós az asztrológus. Így van, tehát azért ez egy másik téma, tehát itt abszolút megvan a szabad akarat lehetősége, mi elmondunk egy lehetőséget, elmondunk egy olyan tendenciát, ami mentén, hogyha ő halad, és hogyha ezt ő megfogadja, és hogy tud ezzel az energiával kezdeni valamit, és élni vele, akkor hova jut el valószínűleg, és hogy milyen irányt tud az élete venni, de ő dönt. Ha ő úgy gondolja, hogy ő ezt nem kéri, és nem akarja, azzal sincs semmi gond. Azt abszolút megengedheti magának minden ember, hogy beül ebbe a piros autóba, mert ő ezt választja, és neki megy a kerítésnek. Ez az ő döntése volt. Tehát mi nem jósoljuk meg, hogy ő neki fog menni. Tehát valóban, egyébként jó, hogy felhoztad ezt a témát, mert ez a 2021-es évtől és afelé, amifelé haladunk, ezek a témák, ezek a jós, meg olyan nagyon emberekbe belebeszélős negatív hiedelmek, ezek is fognak oszlani. Pontosan ezt a vízöntő energia abszolút nem fogja támogatni, mert meg fogjuk engedni magunknak, hogy leginkább a mi belső hangunkra, a belső mesterünkre hallgassunk, az egy dolog, a kívülről kérünk rá megerősítést, de ugye az a legcsodálatosabb, amikor nagyjából mi ezzel tisztában vagyunk, de szó szerint kell valaki, aki egy picit megerősít a döntésemben, megerősít az intuíciómban, jól érzem én ezt? Jól érzed, tökéletes, jó irányba mész, vagy egy pici segítséget, hogy ha egy picit arra kanyarodsz, még jobb lesz. Tehát, hogy egyre inkább meg kell tanulnunk azt a fajta belső erőt és tudást, amivel mindnyájan rendelkezünk, használni 2021-től. Röviden megpróbálom összefoglalni, amit mondtál, amit az asztrológusok látnak a következő időszakról. Nagy változás jön, és nagy fordulópont lesz december 21-e, ami egy március 21-ig tartó időszakot jelent majd. Március 21-től pedig elindul egy felemelkedés, ami valójában majd csak nyárra, tehát 2021 nyarára érik be, és itt hogyan tovább? Még csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy ami most elindul december 21-én, az nem csak márciusig tart, az nagyon sokáig tart még. Tehát ez egy olyan fajta jegyváltás, ugye ezeknek a lassú járású bolygóknak, ami sokáig tart, tehát hogy ez nem is ebben az évben, hanem még évekig tart ez a hatás. Valóban a márciusi időpont, ahogy említetted, az magának a szaturnuszi évünknek az elkezdése lesz, és utána egyre inkább ez a tisztulás várható, és hát azt mondtad, hogy nyár, mert hogy végül is én ezek szerint ezt én körülbelül nyárra tettem, amikor azt gondolom, hogy igen, lefutnak bennünk azok a tisztulási folyamataink, amiben most még javában benne vagyunk, és egyre inkább fellélegzünk. És ahogy kifutunk ebből a 2021-ből, mert onnan már csak jóformán fél év, már abszolút érezni fogjuk azt a fajta felemelkedést, ami az egész Földdel jár, tehát az egész Földnek egy olyan rezgésszint emelkedése történik, ami már most folyamatban van, de akkor már olyan szinten fogjuk érezni, hogy megtaláljuk a helyünket a világba, hogy hova tartunk, hogy miért csináltuk ezt az egészet, amit csináltunk. És amit tudnunk kell, Csilla, hogy mi mindnyájan, akik most itt lakunk és élünk a Földön,
óriási szerencsének tudhatjuk azt be, és hálásak lehetünk, hogy ezt, amit zajlik most a Földön, megélhetjük. Mert ezek olyan ritka pillanatok, hogy 800 évvel ezelőtt volt például egy ehhez hasonló csillagállás, és mondjuk legközelebb olyan nagyon soká lesz, hogy akkor nem tudom, majd lehet, hogy valamelyik űrállomáson beszélünk erről, hogyha a fantáziámat is beleveszem, mert valóban az várható, ugye, hogy olyan irányban elkezd nyílni a Föld, hogy tehát az univerzum felé és a galaxisok felé, tehát rengeteg felfedezés fog jönni, olyan technikai vívmányok, amiket most nem tudunk elképzelni, amiket láttunk így a fantasztikus filmekben jó pár évvel ezelőtt, azok abszolút valóságá fognak válni. Ez várható a vízöntő korban. Térjünk vissza mindenre egy év múlva. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a műsorban Takács Gyöngyi volt a vendégünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!